Újabb bér- és bérköltség támogatása pályázhattak januártól a vármegye vállalkozásai a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei paktumirodánál. A munkáltatók ezáltal úgy tarthattak meg, hogy vehettek fel újabb munkavállalókat, hogy jó részt pályázati forrásból tudták munkabérüket kifizetni. A mostani háborús válság közepette különösen jó hír lehet a megyei munkavállalóknak, hogy a megyei önkormányzat egy olyan programot tudott indítani ebben az évben, amely 6+3-as foglalkoztatási támogatást tud nyújtani munkáltatóknak, munkavállalók megtartása, illetve új munkavállalók felvétele érdekében. Ez 100%-os intenzitású támogatás az első 6 hónapban az egész bért fizeti a program, a másik 3 hónapban pedig továbbfoglalkoztatási kötelezettség van a munkáltatóknál. 1 milliárdos keretösszeggel indul ez a program, már befogadjuk az előzetes jelentkezéseket, és rövidesen döntések is születnek ezekről a programokról. Idén is megrendezték a Donnál elesett második magyar hadsereg tiszteletére indult emlékmenetet. A szervező Honvédsuli Egyesület célja az volt, hogy a 200 km gyalogszerrel megtevő emlékmenet fejet hajtson a háborús hősök előtt. 11. esztendeje hajtjuk végre ezt a menetet. Először rövid etápokban képzeltük el a menetet, majd későbbiekben kiderült, hogy a fiatalok, még a 7 éves és a 9 éves fiatalok is nagyon bírják ezt a menetet, úgyhogy így 200 kilométerre álmodtuk meg. Azért 200 kilométerre, mert ugye 2000 kilométerre van tőlünk a Donkanyar, illetve 200 kilométeres frontvonalat védtek a Don mentén a mi bakáink. Több mint 14 kilométer hosszan újult meg a Nyírbogátot, Kislétát, Máriapócsot és az M3-as autópályát összekötő út. A beruházás több ütemben összesen 1,1 milliárd forint ráfordításával valósult meg. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Máriapócson tartott januári átadón hangsúlyozta, a következő években jelentős gazdasági fellendülés előtt áll az észak-kelet-magyarországi régió, éppen ezért folytatni kell a közúti és a vasúti fejlesztéseket. Van munkaerő, vannak emberek, akik dolgozni akarnak és tudnak, és van vállalkozói kedv is. Ezt az államnak, az országnak és a kormányzatnak infrastruktúrával ki kell szolgálnia, annak érdekében, hogy az itteni vállalkozások eredményéből egész Magyarország gyarapodhasson. Ennek jegyében vasúti és útfejlesztések következnek most néhány éven belül, néhány hónapon belül. Megkezdődik az M49-es építése egészen ki a határig, még 2023-ban. Az M3-ast ki fogjuk vinni Vásárosnaménynál, illetve Záhony irányába az országhatárra, és a kormány elszánt abban, hogy Nyíregyházát és Debrecen direkt négysávos út, a négyes út négysávosításával kösse össze, valamint vannak olyan vasútvonalaink, például a 110-es vasútvonal Debrecen-Nyíregyháza és Záhony vonalon, amelynek a felújítás és megújítása elengedhetetlenül szükséges. Ez részben a teherforgalom miatt kiemelten fontos, részben pedig azért, mert a vállalatokat, gyárakat munkaerővel ki kell szolgálni, de legalább ennyire fontos, hogy az itt érő emberek könnyebben tudjanak eljutni a járási központokba, a megyei nagyobb városokba, hogy igénybe vegyék a társadalmi szolgáltatásokat. Az az érdekünk és az a célunk, hogy most és a következő években megkönnyítsük az emberek mobilitását, ingázását, hogy az embereknek könnyebb legyen falun élni, és könnyebben tudjanak nagyobb városokban szolgáltatásokat igénybe venni. Január 22-én a Magyar Kultúra Napján Kölcsey Ferencre és a himnuszra emlékeztek Szatmárcsekén, azon a településen, ahol megszületett a nemzeti imádság. Az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. Vannak művek, amelyek szerzőjük ismerete nélkül értelmezhetetlenek. Művek, amelyek a szerző értelmének szárnyalása, vagy érzelmeinek mélységei nélkül üresen konganak. Művek, gyakran a magyar irodalom gyöngyszemei, melyet szerzőjük önmagából, öntestéből és szelleméből hív elő pennája segítségével. Versek, amelyekhöz vezető utat a költő elállja, és csak rajta keresztül férkőzhetünk a közelébe. Ő írja, ő verseli, ő üzeni nekünk. A himnusz nem ilyen. Mikor olvassuk, nem Kölcseit képzeljük magunk elé. Nem az ő személyes intését értjük a versszakok mögé.
és bár a Jóistent szólítjuk meg, mikor hallgatjuk vagy énekeljük, mégsem ő tölti ki a képzeletünket. Nem a költő és nem a Jóisten alakja bontakozik ki a történelem gomolygásából, hanem az a rejtélyes, megragadhatatlan és behatárolhatatlan valami, amit magyarságnak, pontosabban magyar sorsnak és magyar géniusznak nevezhetünk. A szatmárcsekei ünnepséget megelőzően Nyíregyházán, a megyeházán tartottak megemlékezést. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, egész éves eseménysorozattal ünneplik a himnusz 200 éves évfordulóját. Számos programmal készültünk, kiadványokkal, online térben, himnusz múzeummal, dokumentumfilmmel, kreatív dokumentumfilmmel, amely Kölcsey életéről szól, vetélkedőkkel, rendhagyó irodalmi órákkal, színdarabbal, számos olyan programmal, eseménnyel készülünk az emlékévre, amely a himnusz születésének 200. évfordulója, amely a megye lakosságának érdeklődését felkeltheti, illetve hát népszerűsíti azt a üzenetet, amit számunkra Kölcsey jelent, még marketing kampányt is. Ez azt jelenti, hogy gigantplakátokat is helyezünk a megye főútjainál, bejáratánál, hogy emlékeztessük Magyarország közönségét, az ide látogatókat, hogy a himnusz földjén járnak. A Négy szócskát üzenek című filmet, amely Kölcsey életét mutatja be Kántor István rendezésében, a Kölcsey Televízió is műsorra tűzte.